szerencsétek, haramiák, hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zaglóba vagyok, ez pedig itt nem más, mint az In Nomine Dei, egy új mód a Medieval 2-höz. Tudom, hogy korábban felhívtátok más Medieval 2-es modokra is a figyelmemet, ugye az Anatolian Principalities, azt hiszem, akkor a Hispán mód, aztán még bizonyos viking modok is bemutatásra várnak, de mivel ez ma jelent meg, és még most van egy kis időm erre, ezért úgy gondoltam, hogy nézzük meg, hogy milyen a kezdőképernyő, meg milyen frakciók vannak, meg milyen egységek. Nézzük meg először, hogy akkor mit akar ez a mód. Hát érdekes módon, ugye, mint a neve is sugallja, igazából ez egy keresztes hadjárat, a keresztes államok dicsőségét, illetve bukását hivatott ábrázolni, illetve a közel-keleti, ugye a Szentföld harcait próbálja elénk tárni ez a mód. A frakciók, hát nem sok van, de azért van bőségesen, ami egy ilyen kampányban lehet. Én szerintem az OMC gyanús mód egyébként, 4 kör per év van, elég jól le van scriptelve, eventelve szerintem maga, de OMC-re akkor is jó lehet, mivel nem kell olyan sok játékos hozzá, szerintem meg lehet oldani, hogy egy OMC-hez jó legyen, ezt majd döntsék el, akik azzal foglalkoznak. Na nézzük, tehát Jeruzsálem királyság, antiochiai hercegség, aztán ugye principality, a bizánci birodalom elég érdekes területi viszonyokkal, aztán a fatimid kalifátus, a ruméliai szultanátus, ugye hát igazából a törökök, ez szíriai, Ismailis, fogalmam nincs ez erre, de hát ugye Szíria itt ez a kis zöld terület, jelenkorban ennyi tellett tőlük. Aleppói emirátus, itt láthatjátok, edesszai hercegség, szerintem, állam igazából. Aztán Damaszkusz emirátusa, itt láthatjátok, elég érdekes helyen van. Tripoli hercegsége, ugye a keresztes állam, és végül a kilikiai hercegség. Na most ezzel gondban vagyok, most nem ugrik be, valaki írja le, hogy mi az a principality. Na szóval ezeket lehet választani. Nézzük meg a térképet. Gyönyörűek a betöltőképernyők, de hát egy ilyen módtól igazából el is várjuk ezt. Gyorsan betöltődik, igazából szerintem ugye ez magára, mivel kisebb fajta mód, igazából 3 giga, de gyorsan betöltődik, szóval ahhoz képest nem kell tőle sokat várni. Nagyon jó, hogy rengeteg erőd van benne. Viszonylag nagyok az egység létszámok. Gyaníthatóan egyébként nincs kész a mód, ez egy béta. Szóval nagyon sok bug, ugye ez a bugok keresésére használandó. Látjátok, hogy igazából az egységkártyák nincsenek is készen. Már itt a magában a leírásban, de meg fogjuk nézni, hogy hogy viselkednek csatában. Hát a térképről igazából mit lehet elmondani? Szerintem szimpatikus, hogy ilyen nagyobb pénzösszegekkel kezdünk. Nincs meg az a köpögetés az elején. A populációkra továbbra sem térnék ki ilyen totálvar játékokban. Megmondom őszintén, egyedül populációs értéket számomra, ha jól emlékszem, a Debello Mundi tudott nyújtani, ahol ilyen több százezres város létszámok voltak, arányaiban eltolva persze, ugye, hogy a balansz meglegyen. De hát egyébként gyönyörű maga a térkép lemodellezése, szépek a... szépen meg van csinálva. Én olvasgattam korábban ugye, hogy valakinek például az Európa Barbarorum azért nem tetszik, mert kicsit rómos textúrákat alkalmaz. Hát könyörgök, hát ha
Az Európa barbarulom azért hű a hagyományaihoz. Na, de térjünk vissza erre a módhoz. Vagy erre a módra. Hát, szerintem el lesznek vele, akik szeretik ezt a fajta játékot. Hatalmas sivatagok. Kíváncsi vagyok, hogy oldották meg a sivatagban az utánpótlást, mert most már egyre több Medieval 2 mod kezdi pedzegetni script-szerűen. Hát ugye a hardcoded státusz sajnos még a mai napig nincs feloldva. Pedig a Medieval 2 az egyik legzseniálisabb lenne egy nagyon-nagyon komoly Medieval, tehát egy középkori Total War játék létrehozására, ha a hardcoded státuszt feloldanák, de gyaníthatóan erre egyébként petíció aláírása nélkül, vagy petíció aláírásával sem fog sor kerülni, de hát ne legyen igazam, én várom a legjobban, hogy a hardcode státusz megszűnjön, mert az nagyon sokat dobna a hangulatán, meg a kezelhetőségén a módkészítőknek, meg lehet, hogy megmondom őszintén, a Medieval 2 hardcoded dolga megszűnne, lehet, hogy még én is egy kicsit jobban moddolnék, mint most, mert most aztán igazából annyi, hogy kiveszem az ászlókat, meg egy-két dolgot átírgatok, az ennyire futja az időmből, meg igazából ennyit látok most jelenleg. A jó modok készülnek, hogy igazából nincs is szükség arra, hogy komolyabb moddolást hajtsak végre. Egy kört amondó vagyok, pörgessünk le. Ennyi. Igazából. Szerintem jó kis mód lesz. Kezdjétek el a beta tesztet, elég sok még a német szöveg, érthetetlen okból pedig úgy tudom, hogy kijött, hogy legalábbis a fordító szerint teljes 100%-os az angol text, de lehet, hogy elnéztem most a Tower Centeren hirtelen. Jó, nézzük meg, hogy egységek szintjén hogy állunk. Tényleg nem akarom sokáig elnyújtani most ezt, ugye. Még azért van az évből hátra, meg még nekem is van két munkanapom ezen a héten, úgyhogy nézzük meg, most miért ide jöttem be, őszintén. Nézzük meg, hogy early-ben a keresztesek milyen. Aha, hát elég sok egységük van, hogy azt mondjam. Hát nézzük meg a gyalogságot, jó? Aztán akkor majd kitérek a lovasságra is valamelyik videómban. Hát itt is csak a bizonyos... Jó, ezek már úgyis lövedékesek. Nézzük meg akkor a közelharci gyalogságot. Jó, az ellenségnél is állítsuk. Nem érdekel, nem érted. Start. Micsoda? Ja, back. Mindig elfelejtem. Ez annyira hülyeség ez a funt. Minek? Hát, hogy multiban legyen értelme, hát multiban van értelme, nincs értelme izébe. Már elnézést, hogy ilyen hülye szófordulatot értem, hogy izébe. Tehát nincs értelme custom battle-be. Hát custom battle azért legyen custom battle, bármit beállíthass. Jó? Legyen, mit tudom, legyen ilyen határértéket. Igazából szerintem senki nem használja. Csak aki tetszőleges csatákat mutat be. Jó, zászlókat nem vettem ki. Értelemszerűen azért nem vettem ki, hogy lássátok, hogy bemutató szintjén milyenek a zászlók. Szerintem, ha nem villodzanak ide ilyen idióta módon, akkor akár még jó is lehet ez a zászló szint. Na, én úgy döntöttem, hogy a lovagokat, tehát a 100 fős egységeket, most hát ezeket a tényleg a 100 fős, úgymond elitebbnek kinéző egységeket teszem ide bemutató szinten, és akkor a kisebbeket megint eléjük. De akkor vegyük szét a 120-asokat is már. Így, azokat teszük legelőre. Jó, nézzük meg a 150-eseket is. Így, és akkor a végén a 200-asok. Na, az ászlókat én ki fogom venni, de most még nem. Nézzük. Kezdjük az elején. Ugye az idő óta pilódzás miatt fogom kivenni, természetesen. Na, Man at Arms Swordsman.
Szerintem ez a mód, ez alap, tehát ilyen alap Medieval 2 klisékkel lesz, hát igen. Ugye ezek a szolgák, szerzsant, ugye amiből az őrmester szó kialakult, az igazából ugye a szerviens szóból alakult ki. Templomos szolgák, fegyverhordozók. Ezek a templomosok, ezek az ispotályosok, tehát a johanniták. Ezek a teutonok, tehát a német lovagrend fegyverhordozói. Oké. Okay. Nagyon most nem megyek bele tényleg, mondjuk ez az egység, ez zseniális. Ezek a vértek, ezek ilyen igazi, igazi rosszabb emberek ezek. Feudális harcosok, kartforgatók. Oké, okay, nézzük a következő egységet. Johanniter Turkopoli Spearman. Oké. Okay. Szóval ez egy ilyen semmitelen egység. De jók, felfogni lovassági rohamokat. Itt a templár turkománok, johanniták. Ugyanaz, csak ugye a teuton féle. Szóval mind a három nagyobb lovagrend maguk a hivatalos fegyverforgatók, lándzsások, feudális lándzsások, ugye a hűbéri viszony, meg ilyesmi. Venét Colonial Infantry. Oké, okay, rendben van. Vannak itt érdekes egységek. Polian Man-at-Arms. Klasszik. Jeruzsálem lovagjai. Gyalogos, ispotályos lovagrend. Jeruzsálem lovagjai gyalogosként. Templomos gyalogos lovagok. És itt vannak maguk a német lovagrend harcosai is. Hát igen, azért aki szereti ezt a fajta harcművészetet. Aha, ezek a zalabárdosok. Aki szereti ezt a fajta hadművészetet, az pavézisek. Pavézével. Spearmanek, érdekes. Itt meg egy milícia végére. Hát igen, a 200 fősök, azok a általában lányzsások. Az ágyú. Hát ágyú töltelék. Igazából a sereg magját képező egységek. Ezek pedig itt az itt hátul az elitek. 100 fősök. Itt a 150 fősök, azok már ilyen nagyobb reguláris egységek, a 120 fős egységek, azok meg a maguk a fegyverhordozók. Tehát megvan ez a lovagi korra, meg a keresztes hadjáratokra jellemző hadszervezet. Úgyhogy jó lesz ez a mód. Szerintem az átlók is jók lennének, hogyha nem ilyen villódzó hülyeségek lennének, hanem egy ember vinni mondjuk a kezében őket. Akinek tetszik tényleg, hogy így villognak az átlók, meg minden, az igazából nyugodtan használja. Én nekem például ez így már nem is tetszik. Tehát ez, hogy így látom, hogy így jönnek ott az ászlók, hogy minden. Jó, mondjuk van egy, ugye a heraldika szempontjából van egy érdekes ilyen lefolyása ennek az egésznek. Szóval most, de ez, hogy így nézzetek meg, ez annyira ez engem irritál, komolyan. Lehet, hogy titeket nem, vagy más játékosokat nem. De amúgy szép ez a mód, azt nézem, hogy teljesen le van tisztulva, ugye eleve a sivatag miatt. De majd megnézzük azért erdős terepen is, de hát ez egy keresztes hadjárat mód, úgyhogy sivatagba fogunk tevékenykedni. Még a vértextúrákra vagyok kíváncsi, igazából azért játszom le. Most hát nem lejátszom, csak ugye elindítottam a csatát. Nagyon nem akarok belemélyedni most, mert még szeretnék pihenni. És az, hogyha én belemélyedek egy módnak a tesztelésébe, akkor aztán estig megy. Plusz még főznöm is kell, úgyhogy bocsánat, de jelenleg most ennyi futja az időmből. Na, nézzük csak.
Emlékszem 2006-ban ez milyen epic volt ezek a rohamok. Most meg már csak legyintenek a Medieval 2 animációit látva. De azért durva, hogy jövő decemberben 10 éves lesz ez a motor. És még mindig a legjobb modok jönnek ki hozzá. Jó a vértextúra, nekem tetszik. Kár, hogy az egész... Az egész kín egy ilyen rózsaszínes árnyalatot ölt. Ez mondjuk annyira nem szimpatikus, de... De mégsem olyan túl markáns a vértextúra, de látható. Úgyhogy nem rossz. Igazából ez még itt tetszik is. Különleges képességek meg ilyenek nincsenek. Azt nézem, hogy mintha a baj igen jól meg lenne írva, tehát a battle-ai a csata intelligencia elég jól működik, ahogy elnézem. Hát jó kis mód lesz. Zászlók nélkül nekem mindenképp jobban tetszene. De jó lesz. Én szerintem jó kis mód lesz belőle, jó kész lesz. És tényleg OMC gyanús mód, mert jól meg van írva, szerintem. Szép. A scriptre kíváncsi leszek, természetesen. Majd meglátjuk, hogy mit sikerült kihozni belőle. Alabárdosok. És nincsen falképzettség? Érdekes. Hát pedig nagyjából egyforma erőket állítottam be, nem? Lehet, hogy nem. Nem figyeltem igazából. Szerintem jó lesz. Jó lesz, érdemes figyelni ezt a modot. És ennél többet igazából nem is tudok mondani hirtelen, mert... Nem is lehet tulajdonképpen. Ugye ez egy beta mód, olyan lesz, ami lesz, de jó, de a kezdet biztató, szóval szerintem szépen megvan csinálva. Az, hogy a szokásos ugye egység létszám dolg miatt, én már nekem ez ilyen inger küszöb alatti dolog, úgymond, nem szeretem már az ilyen 2000 fős ilyen csetepatékat, én nagyobb seregeket szeretnék látni a monitoron, ezért játszom Rom 2-vel, meg az Attilával, meg az Empire-rel, meg a Shogun 2-vel, mert ott nem kell agyfasz moddolás ahhoz, hogy igazából hatalmas seregek láthatóak legyenek a monitoron, a csatatérképen. Még a Medieval 2 hardcore státuszom miatt a 100% 250 fő per egység. Igazából én nekem itt megnézem persze minden Medieval 2 modot, megnézek, meg letesztelem őket, de jelenleg nem játszom nagyon. Hát az Európa Barbarorum az, ami néha napján előkerül, de mostanában az se. Most ugye megvettem az Attilát, még ahhoz talán idén DLC-ket is hajlandó leszek venni, vagy szeretnék, legalább a vikingeket szeretném megvenni. Úgyhogy lesz még. Most decemberben kicsit több videót tudok talán készíteni, meg januárban. Így a télen talán több időm lesz erre. Na, hát ennyi lenne az In Nomine Dei. Szerintem próbáljátok ki, töltsétek le. Igazából, ha jól emlékszem, másfél giga a telepítője. Nagyjából, sac per kb. És olyan 3,1-2 gigabyte körüli a mérete. Nagyon egyszerűen egy exe file-al telepíthető. Az a lényeg, hogy a három doksi file az exe mellett legyen, hogy megtalálja. De a telepítési útra figyeljetek oda, mert máshova próbálja. Hogyha kisbetűvel van nektek a Sega könyvtár, akkor odaállítsátok be, mert nagy Sega felirattal próbálja telepíteni a
telepítő a modot. Úgyhogy erre figyeljetek majd oda. Hogyha valaki nem tudná telepíteni, akkor majd csinálok egy... De nem lehet eltéveszteni, mert igazából nem kell másolgatni semmit. Települ ahova kell, és fut ahol kell. Szóval ennyi lett volna az Innomine Dei. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!